Összesen 660 nevezés érkezett a Miskolci junior és utánpótlás országos bajnokságra, amelyen mindkét korosztályban ott voltak a nyíregyházi atléták is. Sőt, nem csak ott voltak, hanem összesen 13 érmet szereztek a két korosztály hazai legjobbjait felvonultató viadalon. Hossáth Krisztina két szemdöntője után Zajász Petra, Leveleki Bence, Zsiga Kinga és Botos Boglárka a dobogó tetejére állhatott fel. Emellett 5 ezüst és 2 bronzérem is került a nyíregyházi fiatalok nyakába. Kellemes meglepetés volt számomra is, meg az edző kollégák számára is, hiszen az utóbbi évek legsikeresebb utánpótlás bajnokságán vettünk részt. És ami még biztató, hogy minden versenyzőnk, aki ott volt, nem csak a dobogón, hanem a legjobbak között, tehát döntőbe került. Mind a 3 szakákban vannak tehetséges gyerekeink, jól dolgoznak az edzőink, és a tanítványaink pedig az ország legjobbjai között vannak a korosztályukban. És hát bízom benne, hogy ez a korosztály majd a felnőtt bajnokságon is meg tudja mutatni magát, illetve az eredményeivel ott lesz a legjobbak között. Széles Imre tanítványai közül Hossáth Krisztina 400-on és 800-on végzett az élen, Tasité Dávid pedig 3. lett 200 méteren. Maximálisan elégedett vagyok az elért eredményekkel. Hossáth Krisztina 2 aranyérme, illetve Tasité Dávid bronzérme megfelel teljesen a várakozásoknak. A 22 esztendős futónő felkészülés és sérülések és betegségek is hátráltatták, így a verseny előtt számára is kérdéses volt, hogy milyen formában lesz Miskolcon. Nem tudtam, hogy milyen formában fogok odaállni. Próbáltam fejbe oda koncentrálni, edzőmmel megbeszéltük, hogy az első helyre megyünk rá, így összejött, hál' Istennek. Dolgozom tovább, remélem még csúcsforra fogok kerülni. A hétvégén az ifjúsági, egy héttel később pedig a felnőtt magyar bajnokságot rendezik meg, amelyeken több nyíregyházi atléta is aranyeséllyel áll majd rajthoz. Az U20-as válogatott csehországi és az U23-as nemzeti csapat lengyelországi versenyén is képviselik majd nyíregyháziak a magyar színeket.